Itt a főtéren támadta meg egy 65 éves férfi Kolumbán Györgyöt, de már korábban a lakásából kilépve meglátta, azt mondja, sértegetni kezdte, ezért vette magához a gázfegyvert. Visszamentem a lakásomba gázpisztolyért, tehát én nem hordok a hónom alatt gázpisztolyt napi 24 órában. Esztergomban két napos ünnep van, ezért a fő tér most is pontosan úgy néz ki, mint tegnap éjjel, amikor itt a büfésoron megtámadták az önkormányzati képviselőt. Meglendítette a jobb kezét, és egy ilyen kaszáló mozdulattal, ököllel belecsapott az arcomba. És a lábát pedig kezdte ilyen rugásra emelni. Én elővettem a gázpisztolyt, és egyet rálőttem. A támadó férfi néhány perc múlva visszajött, akkor belerúgott a képviselőbe, aki erre másodszor is lőtt. A téren ott volt egy rendőr, aki, ahogy mondják, szolgálatba helyezte magát. Kolumbántól elvette a fegyvert, a támadót pedig elvitték. A 65 éves állampolgárral szemben, aki több alkalommal ütött, illetve rúgott, garázdaság miatt indított eljárást az esztergomi rendőrkapitányság, az a férfi, aki a gázriasztó fegyverét használta, tanúként hallgattuk ki az ügyben. Kolumbán György fideszes önkormányzati képviselő, de azt mondja, ez a konfliktus teljesen magánjellegű. A férfi korábban is zaklatta már, életveszélyesen megfenyegette, ezért is váltotta ki az engedélyt a gázriasztó fegyverhez. Nincs olyan körülmény, ami mellett én eltűrjem, hogy Esztergom város főterén engem valaki ököllel arcon vágjon. Kolumbán György az ügyben tanú, de mivel az este ivott, azt mondja, két pohár bort, ezért az ő szerepét is vizsgálják.